A Békéscsabai Jókai Színháznak minden évben van egy zenés szuperprodukciója, emlékeztetett Seregi Zoltán. A teátrum igazgatója bejelentette, idén ez a My Fair Lady lesz. Mint elmondta, Magyarországon először édesapja Seregi László rendezte a musicalt Békéscsabán, pedig egy vendégművész kapta a feladatot. A darab alkotói a keddi olvasópróbával kezdték el a közös munkát. Seregi Zoltán elmondta, a produkcióban 17 színész játssza a főbb szerepeket, de további 18 főként színész hallgató is közreműködik, a vendégtáncosok és énekkari tagok, valamint a 15 fő zenekar mellett. Mindig minden évadban vannak új vendégművészek, hiszen ez fontos a társulat életében, hogy mindig kapjon újabb és újabb impulzusokat. Az idén vendégként érkezett a darab díszlet és jelmeztervezője Húros Anna Mária, valamint a rendező Radó Dönisz is. Megalkotja Higgins a tökéletes nőt, és egy kis csatorna töltelékből, egy kis ágról szakott virágáros lányból csinál egy hercegnőt, és azt látjuk végig az előadás folyamán, hogy lesz valakiből egy hercegnő, egy átlag emberből, hogy lesz egy igazi hercegnő. De engem nagyon érdekel az, és nagyon izgat az a vonal, hogy de közben Higgins is változik. A rendező szerint a darab üzenete, hogy érzelmek nélkül nem érdemes élni. Már az első olvasópróbán felcsendült az egyik legismertebb dal a musicalből, amelyet Papp Barbara adott elő, aki Eliza Doolittle-t alakítja. Nagyon várom az Elizának az első jeleneteit, amikor még ilyen cserfes, nagyszájú, ami a szívén, az a száján, mert én nem ilyen vagyok. És nagyon izgalmas lesz, hogy hogyan hozom magamból elő ezeket a tulajdonságokat. A Harry Higgins professzort alakító Szomor György szerint kifejezetten érdekes, ahogy karakterének jellemfejlődése is végigkíséri a történetet. Van egy furcsa véleménye a nőkről, ami szerintem mindannyiunkban, férfiakban megvan, hogy elterelik a gondolatainkat, semmi jó nem származik arról, abból, hogyha mi rátesszük az életünket egy kapcsolatra, és ő ezt konokul hiszi. Aztán a végére rájön arra, amire általában mi is rá szoktunk jönni az életben, hogy lehet a nők nélkül élni, csak nem nagyon érdemes. Kedden kezdődtek el az olvasópróbák, a bemutató pedig május 18-án lesz.